A T2-t nézzük itt az új Gigaset QV830-al, ami Magyarországon is meg fog jelenni. Nagyon szép kis 8 incses táblagép, aminek egy nem HD felbontás van, hanem csak 1024x768, ami még egy hónappal ezelőtt teljesen normális volt 8 incses készülékeknél, mint az régi iPad mininél. Most már ott Retina van, de ez 199 euróért még mindig olcsóbb, mint a régi iPad mini, de Androiddal akár még könnyebben ingyen programot is el lehet rakni, csomó APK-t le lehet tölteni a netről, plusz 1 millió app-el a Google gyorsabban is nő lassan, mint az Apple applikációknál, és tényleg szerintem kellemesebb is használni, és már mindjárt be is mutatjuk nektek, hogy mit tud ez a kis Gigaset QV830 készlék, de röviden, ahogy látható, itt van egy csomó technika adat már az alján, de hát olyan még pontosabban le van írva az, hogy például csak 8 mm vastag, 5 megapixeles a kamerája, plusz van elő is egy 1,2 megapixeles kamera, quad-core-os 1,7 GHz-es proci, 1,2 GHz elnézést, 1 GB RAM-mal, 8 GB van csak benne, mint belső tárhely, de 64 GB-val max tudunk belerakni egy microSD-t is, és akkor összesen 8 plusz 64, az 72 GB-ot tudunk tényleg akkor majd használni. Nem sok pénzet, úgymond. És IPS kijelzője van, az még fontos, Android 4.2.2 Jelly Bean, ami majd biztos fog kapni egy update-et, és nem csak Wi-Fi BGN van benne, ami nem 5 GHz, hanem csak 2, de Bluetooth 4.0, Low Energy, plusz még GLONASS, az sajnos hiányzik, de az AGPS még helyet talál benne, egy csomó szenzor is van benne, mint elektromos kompassz, még ilyenek, úgyhogy akár GPS-ként lehet használni. Kicsomagoljuk már, és először kapunk egy kis leírást, plusz a készléket önmagát. Méghozzá, hogyha ezt itt megnézzük, akkor látjuk, hogy először is angolul írja le két oldalon, meg még további, mindjárt megmutatom, a hátulján három oldalon, hogy mit lehet a készléket csinálni, vagy hogy kell elkezdeni kezdeni, például a Wi-Fi-t hogy kell beállítani rajta, de igazából összesen 5 nyelven is leírják, sajnos magyar nincs benne éppen, de olasz, spanyol, francia, német, meg angol találtam itt igazából, amit el lehetne olvasni, de igazából nem mutatnak túl komplikált dolgokat be, csak azt, hogy Wi-Fi-t hogy kell beállítani, meg például az app-eket hol találjuk majd meg a készlékhez. Mindjárt jövünk, először még nézzünk bele egy kicsit a dobozba, ahol le tudjuk itt venni ezt a kis lapot, és akkor találunk egy micro USB kábelt, ami persze töltése kell, majd meg a 8 gigát, amit belerakunk, vagy még a microSD-t is valahogy tárhelyként majd számítógépről rá tudunk játszani, vagy fordítva. Van egy töltő hozzá, 2 ampert ad ki, az készléknek önmagának 3260 mAh-es az aksia, ami azt jelenti, hogy olyan 2 órá kellene max elvileg, hogy feltöltsük, ami egy nagyon kellemes kis szám szerintem. Ezt itt kiemeljük, ezt a kis részt, leesik a töltő és a földre, nem baj. Biztos még működni fog, de alatta még találunk egy rövid kis warranty guide-ot, meg hogy mit nem kéne vele csinálni, nem kell csak úgy szemétbe kidobni majd, hogyha már nem kell, vagy tönkretenni kalapács, vagy mindenféle hülyeségeket itt mindig bírnak leírni, de hát ezt tudjuk, hogy elektronikus dolgokat ne csak úgy a szemétbe dobjuk ki, hanem vigyük vissza például a Saturn, vagy MediaMart, vagy ilyen boltokba, hogy azok rendesen nem tudják majd újra értékesíteni. Na lássuk, itt a táblagép, nagyon szép kis készlék, már levetem a fóliát az elejéről, és végigmentem az első pár ilyen steppen, ahol be lehet állítani a Wi-Fi-t, meg hasonlókat, hogy már is miért el tudjuk kezdeni, de először nézzünk még kicsit körbe. Itt a kameránk, kicsit régen van, tetén van igazából mindegyik ki is bemenet, nagyon szép kis chrome dizájnja van a készléknek, hangerőszabályzó, micro USB, mikrofon, 3,5 mm felhagató jack, itt van a micro SD, és a kis bekapcsgomb, a micro SD-t persze itt fel kell emelni egy kicsit, és akkor ide simán be lehet csúsztatni. Ezt itt bezárjuk, hátulját megnézzük, látjuk is, hogy itt van egy kis kamera benne, mikrofon, ez kellemesen tud majd videókat, meg fotókat csinálni, 720p-ben max videókat, alján ugyanilyen chrome design, de persze semmilyen kis bemenet, de van egy darab mikrofon itt ezen az hangszóra ezen az oldalon, itt még egy kicsi kiálló kis műanyag, hogyha lerakjuk az asztalra így, akkor a hang még mindig ki tudjon jönni. Sajnos hiányzik a lámpa hátuljáról, de amúgy fémből van, jó kis hűvös jelenleg a kezemben, mivel itt a Wintergartenben egy kicsit le van hűve a levegő, hogyha unlockoljuk, azt is látjuk, hogy sima vanília Android van rajta, egy 4.2.2 Jelly Bean, ami azt jelenti, hogy semmi extra cuccot nem rakott rá a Gigaset, egy darab applikációt rakott rá még hozzá, kicsit hosszabb leírás,
hogy tudnám majd használni, különben tényleg standard Google appok, az ES File Explorer is még például rákerült, Play Magazines System Upgrade is nem egy olyan dolog, amit általában látunk, de Translate, YouTube, Keep, meg stb., amit igazából mindegyik táblagépen amúgy is installálni szoktunk, ezen a készléken rajta van. Vagy már látjátok, elég jól működik, simán lehet jobbra-balra menni, kellemesen gyorsan reagál, jó hangos a hangszórója is, azt majd később lentebb is lehet állítani, be lehetünk menni a Google Play Store-ba is, hogyha beállítunk egy kontót, egy Gmail kontót, Google Mailt, akkor tudunk ingyen appeket le is tölteni, vagy akár fizetni kisebb játékokért, de egyelőre nézzük meg először is a kamerát, ahol látjuk, hogy itt van a hátsó kamera, kicsit lassan reagál sajnos, itt ennél a nem ideális fénynél talán, de azért egy kicsit gyorsabbat váltam volna egy quad-core processzor 1 giga RAM-mal, de most be is van kapcsolva az a beauty funkció, amit amúgy nem is tudok kikapcsolni, sajnos egyszer bekapcsoltam, de amúgy HDR meg ilyen funkciók is vannak, de hogyha például azt mondom, hogy videót szeretnék csinálni, mivel hogy gondolom az már kicsit kisebb felbontás, itt látjuk, hogy az már eléggé gyorsan megy, simán viszi és kellemesen lehet használni. Meg is állítjuk, és megint kimegyünk. Az első kamerára legalábbis, és ott látjuk az 1,2 megapixel kamera már simán jobban viszi, és ti még oldalról nagyon szépen látjuk azt, hogy a IPS képernyőn a színek teljesen okék, és nem nagyon változnak meg, szinte én nem is mondom azt, hogy megváltoznak, talán egy kicsit sötétebb, de nem sokkal, és mindegy, hogy fentről, lentről, vagy melyik irányból nézzük, teljesen kellemes ezt itt használni. De főleg azzal, hogy nem retina kérdés, és az persze, hogyha van egy szövegünk, akkor például mennyire élesen látjuk. Itt van például a New York Times, remélem a kamera mindjárt igen hozzászokik a világosságra, és akkor, hogyha itt például rámegyünk egy cikkre, akkor nagyon szépen látjuk, hogy simán el lehet olvasni, kellemes, nem retina, vagyis egy pindi, nagyon kicsi pixelek talán még látszanak is, de nem zavaró egyáltalán szerintem, nem kell több száz oldalt olvasni egyszerre egy ilyen készléken, de különben tényleg nagyon szépen lehet használni, és hogyha talán egy kicsit később készléket akartok, egy Nexus 7 2013-as verzióban, kb. Hasonló hardware-rel, egy kicsit drágább jelenleg, de ott még egy kicsit élesebb, talán hogyha érdekel titeknek ilyesmi, de különben, hogyha akarnánk nyitni egy új oldalt, még röviden a billentyűzetet is megmutatom, itt látjuk, hogy nagyon szép kis, kellemes standard Android billentyűzet, ezt el is tudjuk fordítani, és akkor a billentyűzet is forog, van benne. AGPS is még amúgy azt nem szabad elfelejteni, nem csak Wi-Fi meg Bluetooth 4, de GLONASS az már hiányzik belőle, de még van elektromos kompassz, meg ilyen kisebb dolgok benne. Itt simán gyorsan lehet kellemesen írni, és akár még a betűket így össze is kötni, mivel hogy ez a Google keyboard, ez így teljesen kellemesen lehet ilyesmikre használni, de persze nyelveket kell majd váltani, ami amúgy nem probléma, amúgy magyar nyelvre is átváltani, majd bemutatjuk még ezt is, különben már nem sok mindent szeretnénk erről bemutatni, igazából ez volt egy elég jó kis rövid bemutatója ennek, de még röviden egy 7 incses készlékhez képest, csak hogy lássatok a méretben, kb. Minden a különbség Asus PhonePad versus Gigaset QV830. Előről így elég jól lehet látni, de hogyha egymásra rakjuk, akkor szerintem a legjobb. Általában, hogy lássuk tényleg, hogy méretbeli különbségek hogy néznek ki, mint például itt van 1-2 mm itt oldalt, ahol szélesebb vagy itt a tetén akár egy egész ujjal is, de vastagságra ez itt tényleg 8 mm-re nagyon szép kis vékony, majd csak azt kipróbálunk, hogy tényleg meddig bír az aksia. Na, ennyi is volt a rövid Gigaset QV830 bemutatójáról, nevem Gáb Balázs a Tech2-nek, köszönöm, néztetek, és ne felejtsetek el minket abonálni, hogyha még nem tettétek meg.